fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatja, és a másodrendű alperes részére fizetendő perköltség összegét 100 000 forint plusz áfa összegre felemeli. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyja. Itt meg kell jegyezni, hogy a perbeli jogvita megítélése fővárosi ítélőtábla álláspontja szerint rendkívül egyértelmű és egyszerű volt. Ugyanis a másodrendű alperes által tett és a felperes által sérelmezett nyilatkozat egyértelműen egy olyan vélemény kategóriába tartozik, amely személyiségi jogsértés megállapítását nem teszi megalapozottá. Tulajdonképpen a másodrendű alperes is hivatkozott arra, hogy a jogvita egyszerű megítélésű, egy kicsit érthetetlen, miért kellett ebből ilyen kicsit hosszadalmas eljárást folytatni. Ebben az esetben sem a felperesi oldal, sem az alperesi oldal nem fogja tudni egymást meggyőzni arról, hogy melyik nézete a helyesebb, és ebben a bíróságnak nem is lehet állást foglalni, ha véleményként kerül megfogalmazásra. Azért felmerült, hogy a felperesi műsorból pont az ombudsmani nyilatkozat volt az, amit azért egy ilyen téma feltárásakor nem igazán illő figyelmen kívül.